Köszönöm szépen a bemutatót. Még inkább hálás vagyok azért, hogy eljöttek. Ez kőszegnek szól. Én az egész életemet tulajdonképpen annak a egészen ritka városnak köszönhetem, és áldoztam is, amelyet meg kell mondanom, az egész Magyarországon, a mai Magyarországon unikumnak tekintek. De vágjunk bele. Azért választottam ezt a témát, mert vele prezentálni, be tudom mutatni, hogy milyen az, amikor egy városnak közvetlen kapcsolata van az udvarral, és milyen az, amikor az udvar európai konfliktusba kerül, nevezetesen a vallásháborúk szörnyűségei közé, és neki erre válaszolni kell. Fogtam magam 1982-ben, és elkezdtem ezt a részét a 17. század első felét föllapozni. És rögtön beleestem ebbe a szövegbe. Ez egy jegyzőkönyv részlet, pergamen darab, ahol 1633-ban Martin Rein akkori városi jegyző fölírta németül, ez a maximumot én ki tudtam hozni, most puskázok, a következő szöveget. Magyarul persze, mondom. A törvény a város lelke, s miként a test elporolad, ha a lélek elhagyja, aként pusztul a város is, ha törvénye nincs, vagy elveszti azt. Ennél precízebben, szebben megfogalmazni egy városban uralkodó rendet, hogy ahhoz igazodni kell, amit a választottak, rábíztak a választók, bocsánat, a választottakra. Kőszegen összesen a középkor és a korai újkor során egyszer volt polgármester, valamikor a 14. század elején a város bíró neve vezette. Volt mellette egy 12 tagú belső tanács és egy 24 tagú külső tanács. Hát ezzel én még sokat nem árultam el. Ezek az emberek élő, érző, bukdácsoló, hibákat elkövető, ugyanakkor nagyvonuló emberek voltak. Azért merem ezt állítani, mert azt a próbát, amiről most én itt beszélni fogok, ki fogják minden körülmények között bírni. Vitatkoztam magammal. Mit csináljak? Vetítsek, vagy beszéljek? Ha vetítek, mindig ott van a szem a képen. És igazából elvonom magamról a figyelmet. Nem azért, mert olyan különleges élmény engem nézni, hanem azért, mert én szeretném azt elmondani, amit erről a korszakról röviden tudok. Kitettem az aranyórámat, amit még egy bizonyos alkalommal egy berlini barátomtól kaptam, hogy ne lépjen túl a 45-50 percet. Én se szeretem, amikor valaki agyon dumálja magát. De ezzel csapdába lehet esni. Hát el kell mondani mindazt, ami ott van fönn, úgy mondanám, el kellene mondani azt az intellektuális élményt, amit én ott felsoroltam. Politikait is, egyben, hogy úgy mondjam, kultúrtörténetét és egyháztörténetét is, de hát nem lehet. Tessék megnézni, hogy csak az, ami látható rajt, az önmagában milyen igényes,
átgondolás és meggondolást követel. Ezért kiemeltem sárgával mindebből, amit csak röviden tudok érinteni. Van egy világhírű, kitűnő esszéistánk és filozófusunk. Hanvas Bélának hívják, aki a Méhes kertben elmondja világosan, hogy az emberben két démon uralkodik. Az emberiségen is két démon uralkodik. Az egyik a hatalom, a másik a tulajdon. Ennél pontosabban megint nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az, amit nekünk le kell győzni. Úgy is, mint nemzet, ország, régen urusszág, ahova csak a nemesség tartozott, és a szabad királyi városok, azt is tulajdonképpen, hogy mi az, hogy tulajdon, mert a tulajdon akarása elválaszt mindenkitől, és nagyon önzővé tesz. Mind a kettő káini jóslat. Mind a kettő szerepel a Bibliában. És mint hogy a korszak, amiről beszélek, nagyon bibliai ízű korszak. Ezek az emberek, akikről szó van, jobban ismerték a Bibliát, mint ma általában a nagyon képzett emberek, akik a Biblia után vagy iránt érdeklődnek. Erre példát is fogok mondani. Nem sokat, mert rohan alattam az idő. És ha arra gondolok, hogy a 17. század elején, 1618 és 48 között elszabadult a pokol. Ez volt a 30 éves háború. Akkor ezt úgy kell röviden, úgy is írtam le, megoldani és definiálni, hogy Európa instabil lett. Probléma van a stabilitásával. Ha valakinek áthallása van arra vonatkozóan, hogy vajon ma milyen problémát érzünk Európa stabilitásával, ne bennem keressék, és ne is magukban keressék, hogy úgy mondjam, a hibát. Mert nem hittem volna, hogy ez az előadás több szempontból is aktuális lesz. Európa abban az időben, 1618-ban belemerült, beleájult egy háborúba, amit 30 évesnek nevezünk ugyan, de melyik olyan pusztítást művelt, különösen Dél-Németországban, a mai Bajorországban, illetve Mecklenburg környékén, hogy tessék elképzelni, hogy a lakosság kétharmada pusztult ki. Nem járványból, nem járvány miatt, gyűlölet miatt. Amikor emlékszem, germanisztikára járva olvasni kellett a Simplicissimust. Ez a 30 éves háborúról szóló legnagyobb német regény. Nem fogják elhinni, mi a hasunkat fogtuk a röhögéstől, mert a német nyelvű lektorunk folyamatosan magyar káromkodásokat olvasott a szövegben, és eközben ő nem tudta, hogy az magyar, az a káromkodás. Hogyan tudhatta volna, ha ilyeneket olvasott föl, úgy mondom, ahogy ő mondta, hogy basza teremtete. Hát persze, hogy röhögtünk, alig tudtuk visszafogni magunkat, de elszállt rögtön ez a kis, hogy mondja, cinkosságunk, mert rémes képeket tartalmaz, és tartalmazott a Simplicissimus. Hogy magyarázzam azt el,
hogy keresztény támadta a keresztényt. Hogy magyarázom azt el, kevesen gondolunk rá, hogy iszlám támadta az iszlámot. Az volt a szerencséje II. Ferdinándnak és Bethlen Gábornak is, hogy tulajdonképpen a Porta nagy emberei Iránba le voltak kötve, az volt a szent háború, az volt a dzsihád. A síta Irán ellen, a síta már ugyanakkor iszlám Irán ellen, a szunita oszmán támad, és ezzel gyakorlatilag ezt a kettős problémát nem is kell tovább magyarázni, milyen korszak lehetett az a korszak, ahol keresztény támadott keresztényre, és az iszlám az iszlámra. Ezt, hogy úgy mondja, az európai peremvidékek még jobban megsínlették. Akinek szeme előtt van az, hogy Érsekújvárig, Kanizsától, egészen Gyuláig, és le a szeremség, török hódoltság alatt állt az ország. Annak tudomásul kell venni, hogy mi majdnem, hogy szélárnyékba voltunk. Ezt a majdnemet azért mondom, mert az ország választhatott. Vagy török gyámság alá kerül, vagy Habsburg gyámság alá kerül. Ez Zrínyi még szebben fogalmazta meg a két pogány közöttel. Most ha azt kell mondanom, hogy volt mégis Nyugat-Magyarországon egy főrend. Ezt úgy hívták, hogy Nádasdy Tamás, a nagy Nádasdy Tamás unokaöccse, aki gyakorlatilag törökös lett. Itt az Eszteráziak és a Batthyányiak között egyetlen és a Széchenyiek között egyetlen nagyúr volt, arisztokrata, aki átállt a törökre. Nagyon röviden szeretném mondani törökhöz, hogy a türkológus barátaim már figyelmeztették a szakma egészét, hogy a török tulajdonképpen a szunita török, aki Magyarországon járt, nem törökül beszélt. Nem csak azért, mert tele volt janicsárral, tehát a janicsárság az a lovas fegyver nem volt, hanem azért, mert a sok nemzetiségű elrabolt, gyerekkorában elrabolt magyar, szerb, horvát, ukrán, orosz, lengyel, szlovák gyerekekből mindenütt egyetlen az udvarban használatos nyelvet tanítottak meg, és így kellett közlekedni. Ezt pedig úgy hívják, hogy oszmánli nyelv. Ez a perzsa és az arab keveréke. Ha tehát alkalmasint én török helyett oszmánt mondok, hozzáteszem rögtön azt, hogy oszmán török, annak ez az oka, hogy tudnék, most már a franciák, az angolok is átálltak, nem a magyarok kezdték, hogy ezt a nyilvánvaló nyelvi identitást, ami a török elitet érintette, ezt ki kell fejezni. Tetszenek tudni, hogy mit jelentett akkor a 16. században az, hogy török, az, hogy büdös paraszt. Magyarul a 15. században a török rabszolgatársadalom váltott egy nagyot, és etnikai törökség helyett fölállított, hogy fölépített egy nemzetközi, előbb már mondtam hány etnikumból, egy nemzetközi rabszolgatartó társadalmat, amelyre rákényszerítette ezt a nyelvet. Ez az oszmánli nyelven beszélő török ütött tábort Kőszegen 1532-ben. Megvettem kb. 30 év ezelőtt egy török-magyar szótárt, és megpróbáltam a forrásoknak utána nézni, és egyetlen szót nem találtam benne.
amit egyezett volna az oszmáni törökkel. A türkológusoknak tehát azon kívül, hogy 1921 után meg kellett tanulniuk Atatürk, ami Ata ebben egyébként atyát jelent, az a magyarban átvett török szó, meg kellett tanulni a latin betűket is, meg kell tanulni a türkológusoknak az arab írást is. Ebben az esetben nekünk nem voltak, legfeljebb egy vagy két esetben találkoztam ilyennel, főleg Dresdában láttam ilyet a levéltárban, gyönyörű török írással, olyan adhané, adnámékat, olyan parancsokat, amelyek nélkül kinevezéseket például Erdélyben nem lehet foganatosítani. Miért említettem Nádasdy Tamást? Mert ez az oszmáni török barát, egyetlen nyugat-magyarországi főúr gyalázatot követett el 1605-ben, amikor egy gazdag polgárral együtt, összefogva beengedte a városban a hajdúkat, azokat a hajdukat, akiknek a romantikája az egész iskolás korunkat, hogy úgy mondjam, teljesen betöltötte. Tessék elképzelni, hogy bocskai hajdúi úgy kerülnek a Dunántúlra, hogy bocskai el akarja foglalni a Felvidéket. Meg kell neki mindenképpen védenie azt, hogy a Duna jobb partján, tehát a mai Dunántúlon, senki ne veszélyeztesse a fölvonulását. Következésképp ráengedte a hajdukat Nyugat-Magyarországra úgy, hogy a hajduk a székesfehérvári szandzsákbékkel, továbbá a simontornyai, a kanizsai, továbbá a pécsi bégekkel és csapatokkal megerősítve Sárváron építenek ki egy hídfőállást, majd vonulnak végig egészen föl Alsó-Ausztriáig, kusztítják Losmándig egészen végig Kőszeget, Kőszeg környékét, és közben kiderül, hogy az oszmán török csapatok létszáma nagyobb volt, háromszor nagyobb volt, mint a hajduké. Egyértelmű, de következtetni lehet arra, hogy a csapatok gyakorlatilag rablásra voltak berendezkedve. Ezt soha nem felejtette el, egyébként majd visszatérek erre a képre, de tovább kell mennem, soha nem felejtették el Kőszegen azok, akik tudták, hogy miből áll a város identitása. Ha a város önképét kellene leírni, akkor azt kell mondani, hogy az egyik legfényesebb korszaka, a 16-17. Század eleje. Azt kell mondanom, hogy az, amikor Kőszeg Alsó-Ausztriához tartozott, 200 évig, nem egyedül, ott van Szarvkő, Kismarton, Fraknó, Kabold, Borostyánkő, Rohonc és Kőszeg. Közülük egyedül Kőszeg van a mai magyar területen. Na, az osztrákok 1921-ben politikai tőkét kovácsoltak belőle, azt mondván, hogy lám-lám már 200 évig Ausztriához tartozott Kőszeg. Önképe szerint tehát igazi osztrák város. Csak azt felejtették elmondani, hogy magánjogi, Habsburg magánjogi státuszban, és nem közjogilag. Ezért lehetett 1647-ben a rendek kívánságára visszacsatolni. Az önképébe tehát maximálisan beletartozott el. Más arca volt minden magyar várossal szemben, amikor visszakerült. Mondok egy olyan mondatot, ami lehet, hogy nem fog tetszeni, de tudomásul kell venni. Kőszeg Vasvár megyében az egyetlen szabad királyi város volt. Erre büszkék lehetünk. Csak amikor szabad királyi városra emelték, akkor megnemesítették.
Tehát gyakorlatilag bekerült az országgyűlés alsó táblája, táblájára. Követeket küldhetett oda. Ez azonban akkor már nyugat-európai szemmel nem előrelépés volt, hanem vissza. Mert ott megkezdődött a polgárosodás. Itt pedig megkezdődött a polgár vagy polgárváros nemesítése. Tehát a dolog roppant összefüggő, annak ellenére, hogy mind igazgatásban, törvénykezésben, statutumban, tehát szabálygyűjteményben osztrák mintát követett, méghozzá nagyon korszerűt. Tessék elképzelni, hogy Kőszegen a mai magyar városok, de hát az akkoriban csak tulajdonképpen Kabold volt, a mai Kobersdorf az egyetlen kivétel, ahol a büntetőjog területén Kőszegen alkalmazták a kor legmodernebb büntetőjogi kódexét, 5. Károly 1532-ben megjelent büntetőjogi kódexét. Úgy hívták, hogy Karolina. Mi volt a lényege? Hogy abban az elítélt fellebezhetett is. A Verbőci féle hármas könyvben fellebezési jog nincs benne. Másodszor, nagyon fontos, hogy a városbíró megint csak, ami sárgával van kihúzva, azt emelem ki, de hát a környezetet mégiscsak érzékeltetni akartam. A városbíró csak akkor hajthatta végre az ítéletet, ha a császártól, hangsúlyozom, a császártól erre felhatalmazó oklevelet kapott. Ilyesmit. 1581-ben Thomas Klein, ami tulajdonképpen nyilvánvalóvá teszi, hogy német, náció, tehát német, a német etnikumhoz tartozó városbíról van szó, ha nem kapta meg a konfirmációs oklevelet, akkor vége volt. Leállt az ítélkezés, már pedig városbíró teljes identitása összeomlott, ha nem végezhette az ítélet és a végrehajtás ügyét. Az uradalom még ráadásul azért is prüszkölt a városra, mert az udvar éppen ezért, mert a legmodernebb törvénykönyvet használta, mert az udvar azért átadta Kőszegnek az uradalomban végre, illetve az úrészék által hozott ítéletek végrehajtását is. Enélkül ez nem létezett, ez nem ment. Ennek az egész történetnek volt két nagyon fontos alakja. Szövegeket, pillanatokat és alakokat kell kiemelni. Volt egyetlen egy uralkodó a Habsburgok között, akit úgy kellett rákényszeríteni, hogy tudnélik meggyónjon, katolikus gyónást végezzen, ez második Miksa volt. Ez volt az egyik legérdekesebb korszaka Kőszegnek, nekik köszönhető, hogy a város kiszakadt az uradalomból, és ha nem is lett szabad király a város, hát ugyan, hát az magyar rendi fogalom, de osztrák kamarai város lett, alsó Ausztria kamarai város, ami azt jelentette, hogy nem volt földesura, csak a főherceg. Csak a főherceg, tehát Miksa nem császárként, hanem főhercegként felügyelte, ami Kőszegen folyt. Aztán történt egy nagy testvérháború, második Rudolf, aki nagyon szerette az órákat, és gyűjtögette hihetetlen elánnal az értékeket, összeveszett öcsével, Mátyással, akit a rendek támogattak, és Mátyás elérte, hogy Rudolf átadja neki a hatalmat. Megtörtént, de aztán Mátyás 1619-ben meghal, és kénytelen volt előtte kijelölni az utódját, aki Grazból jött. Grazban ott volt gyakorlatilag főherceg, róla tudni kell, hogy a katolikus vallásnak nem egyszerűen híve volt, hanem bigott katolikus. Amikor elszabadult a pokol Prágában, 1618-ban, akkor kidobálták a katolikus kamarásokat, helytartókat az ablakon,
Ezt úgy hívták, hogy Zweiter Prager Fensterstuhl, második prágai defenestráció, ablakon való kidobálás. Ez egy tulajdonképpen szokás volt, hogyha az egyébként huszita alapokon fölépülő és öntudatra rendkező csehek valakivel nem voltak megelégedve, kidobálták az ablakokon. Az volt a szerencséje a három figurának, hogy trágyadombra, gőzölgött trágyadombra estek, és megmenekültek. Mindazonáltal ez a második Ferdinánd óriási veszélyt jelentett. Megjegyzem, nem csak Prágára, ahol le kellett mondani a prágai rendi álmakról, hanem mint kiderült egész Európára. Amikor ugyanis sikerült Fejérhegynél 1620. november 7-én sikerült megverni a protestáns csapatokat, és el kellett távoznia Fárci Frigyesnek, akit megválasztottak közben második Ferdinándnak. Nem csak megválasztottak, királya is koronázták a Szent Vitus templomban, akkor tulajdonképpen egy választása volt második Ferdinándnak és Habsburgoknak. Ha meg akarták őrizni a birodalmi császári tisztséget, amelyre az út a választófejedelmeken keresztül és a német-római királyi címen keresztül ment. Volt három egyházi választó, és volt négy világi választó. Köztük az egyik, a négy közül a Fálci Frigyes volt. És ami nagyon fontos, az tulajdonképpen a cseh király. A cseh király már Mátyás korában is választó volt. Mátyás ezért szerette volna megszerezni a cseh királyi trónt. Gyönyörű példája ennek az a cseh királyi címere, mely ott van a plébánia épületén. Mai napig is igazolja, hogy Mátyás a cseh királyi trón kapcsán választó fejedelem szeretett volna lenni. Minimum beleszólni abba, hogy ki legyen a király. Nem sikerült. De Ferdinánd iszonyú vérengzést művelt. És amit a csehek soha nem fognak meg tulajdonképpen az osztrákoknak megbocsájtani, tessék elképzelni, hogy több, mint csak Csehországban, ebben nincs benne Moravország, csak Csehországban 680 nemesi és polgári családot írtottak ki. Moravországban 120-at. Tessék végig gondolni, közelítünk a 900 és 1000 körülire. Olyan pusztítást csináltak Csehországban, hogy a cseh identitás ezt ma sem felejti el. És mint hogy a Habsburgokat és az osztrákokat könnyű összekeverni. A mi a szabadságharcunk 1848-49-es szabadságharcunk utáni első József féle kivégzések legalább olyan nagy emlékezetbeli, hogy úgy mondjam, katarzist művel a magyar történeti emlékezet, mint a csehek esetében, ahol sokkal nagyobb volt a pusztítás. Csehek úgy jártak nagyjából, mint a lengyelek, akiket végeredményben háromszor osztottak föl. A csehek is, a lengyelek is 1920-ban kapták vissza a függetlenségüket. Büszkék is rá. És jól megtudják az egész politikai identitást lovagolni. Ez a fajta identitás, ami a városban olyan remekül működött, hát oda írek, ez egyszer felírt.
Gyönyörű a szöveg. És nagyon hálás vagyok, hogy Rein ezt megőrizte, amit egyszer már mutattunk 1633-ban. Mert ezt a törvényt meg kellett, mindenképpen meg kellett fogadni. Pázmány Péter valószínű olyan nagyságrendű ember volt, mint amilyen a franciáknál 1624 és 42 közön Richelieu bíboros. Ő is bíboros van, a kalap, ami rajta van, bíbornoki kalap. Ő 1632-ben II. Ferdinánd Rómába küldi, megpróbál segítséget kérni tőle, mint kiderült, akkor már a pápa, 7. Orván pápa már átállt Richelieu oldalára, tehát nem adott pénzt arra, hogy a katolikus Habsburgok, hangsúlyozom, a katolikus pápa nem segítette a katolikus Habsburgokat, nem segítette a katolikus franciákkal szemben. Aki tehát azt mondja, hogy a 30 éves háború vallásháború volt, annak idézni kell mindenképpen a cuius regio, eius religio, azé a fundus, aki a kapella, bocsánat, azé a kapella, aki a fundus. Magyarul a fundus előbbre aló volt annak megszerzése. Azaz világi céla volt a vallásra hivatkozva, a törvényben 1555-ben letéve, mint az mi azt gondolnánk. Ez a mi pázmányunk 1622-ben gyönyörű oklevelet adott ki Kőszegnek. Sopronban. Ott volt az országgyűlés. Mert 1622-ben a Felvidéket Bethlenék kontroll alatt tartották. És Sopronban kiírta az oklevelet, köztük olyan figurákkal, mint Esztározó Miklós, aki nádor lesz 1625-ben, Senyei István kancellár, van főkancellár, főfőkancellár lesz Ferdinánd, és van alkancellár Senyei István, és persze ott van Pázmány Péter, tessék megnézni ott az aláírást, és Leon Ferenc F. Lőrinc, a titkár, aki aláírt ezt a oklevet. Gyönyörű, ilyen a nagyságú oklevél, aminek csak a része, ott a fölsorolás, abban a latin fölsorolásban mindenki benne van, aki akkor számított. Igen ám, de annak az identitású Kőszegnek adta ezt az oklevelet, aki mondja az oklevél, aki magát derekasan megvédte Bethlen ellen. Ez aztán érdekes. A katolikus császár, vagy főherceg, a katolikus főkancellár megdicséri azért Kőszeget, mert a protestáns Kőszeget, mert hogy magát megvédte Bethlennel szemben. Bethlen ugyanazt művelte. Ő csak ő a budai basának szólt, meg a ugyancsak székesfehérvári basának, ugyancsak átküldte az embereit a Dunántúlra. Ehhez a történethez tartozik egyébként a Kőszegen oly ismerős Hörmann legenda. A Hörmann legenda, ami valóban csak legenda, mert minden másként történt, ahogy Kerényi Grácia a kitűnő irodalmár mondta annak idején, mint ahogy a legendák ezt tartják. És mi történt? Ez az erős identitású, de osztrák zálogon lévő Kőszeg 1627-ben kap egy nyomtatott parancsot. Ennek az első és a hátsó oldalát vetítettem ki. A parancs arról szól, hogy át kell adni a katolikusoknak a templomokat, és ki kell űzni a városból a tanítókat és a prédikátorokat. Döbbent csend következik, és a városbíró nem meri vállalni semmi körülmények között sem a kockázatot, sem a belső tanács, sem a külső tanács nem lép, és fél évig várnak, amire már újra egy másik parancs érkezik, nevezetesen az már nem nyomtatva, amely megismétli gyakorlatilag azt a tilalmat, hogy itt katolikus, illetve
nem katolikus prédikátor, illetve tanító, vagy nem katolikus templomok állhatnak és működhetnek. Van ott egy Wertenberg, von Wertenberg nevezetű kancellár. Annak az aláírása ott bal alul látszik. A császár Ferdinándusz aláírása a saját kezüleg, a manu propria, ott van az is. Miért érdekes? Mert most kezd igazából összeroppani a város. Ha egy bírót megválasztanak, ha egy belső tanácsot, szenátust megválaszt a választópolgárság, ha a külső tanácsot megválasztották, kutya kötelessége nekik, a patronus jogot, a jus patronumot, tűnik a kegyúri jogot gyakorolni, iskolák fölött, tanítók fölött, és a prédikátok fölött. De a város megijed. Egybehívja a választópolgárságot, és azt kéri, hogy segítsenek. Tessék elképzelni azt az identitás zavart, amit okozhatott ez a hierarchiában. Miért választottunk mi titeket, ha nem tudtok dönteni? Bécs jól számított. Nem csak azt csinálta meg, amit ebben a második parancsban kifejezett, hogy tudnélik, újra megismételte a parancsot, hanem fölrendelte a városbírót, aki furcsa módon nem kapta meg azt az úgynevezett megerősítő oklevelet, majdnem kimondtam hosszan németül, korai új felnémetül, ami nélkül nem hozhatott ítéletet, és különösen végrehajtást nem gyakorolhatott. Nem csak az történt Kőszegen, íme a konfliktus veleje, hogy tudnélik, összeomlott a választott testületi rendszer és a bíró, hanem még a bírót is megfosztották a végrehajtás jogától. Ott állt, ahogy szokták ezt mondani, a király mesztelen. Eszköztelenül, és nem tudta hirtelen, kihez nyúljon, és mit cselekedjen. Nincs sok időm. És akkor valójában lezárult, hogy úgy mondjam, az első ellenreformációs kísérlet első szakasza. És megindult 1630-ban a második szakasz, egy zseniális vaskereskedővel, egy nagyon művelt emberrel, úgy hívják, hogy Gazdag György, aki kiváló kapcsolatokat tart Gráccal is, ahonnan a vas nyersanyagot is hozza, és ír egy gyönyörű levelet. Tessék megnézni, milyen szép mánusza van, ahogy az írástudók mondják, gyönyörű kézírása van, gyönyörűen olvasható. És azt mondja, a felső országokban minémű hatalmas koronás királyok, mind a széles országokkal, hatalmas erős kővárakkal, gazdag városokkal, az kis engedetlenségekkel ellene tusakodnak. Úgy írja valóban, hogy tusakodnak, semmire lettenek, országokat elvette, maradékokat is, szabadságtalansággal büntette. Végtére és pálcára aláhajtotta. Figyelmeztetik, ez egy teljesen új hang. A katolikus kőszei kisebbség olyan hangja, ami azért rendkívül erős, mert egy nagyon fölkészült, szellemileg, intellektuálisan nagyon erős ellenféllel van dolguk. Ő ismeri, nem sokan vannak Kőszegen akkor katolikusok, de így nyilvánulnak meg. Ő ismeri Földesi Andrást, aki azért jön le Kőszegre, hogy kiperelje a városból azt a hatalmas nagy vagyont, Inkhofer vagyont, amit Inkhofer Menyhértnek akar megszerezni a bécsi jezsuita társaság, annak az Inkhofer Menyhértnek a vagyon részét, aki ott ül Rómában a Galilei per, hogy mondjam, vádló oldalán.
döbbenetes, hogy mi minden egy forrás körül mindent föl lehet sorolni. Ez az a város, amelyik voltaképpen, tessék megnézni közeg 17. század elejé képét, itt kénytelenek vagyok egy kicsit elmozdulni a mikrofonnal, az megvan, de a képtől is, ott van a déli kapu, itt van az északi kapu, és hát most persze a vár áll az egésznek a központjában, holott a vár gyakorlatilag egy hadi út bal oldalán állt, ami átvezetett a városon. És szeretném érzékeltetni egy 1597-ben keletkezett napóra számlával, hogy tudnék a városházán akkor átépítés folyt. Gyönyörű reprezentatív városháza rész épül ki. És szeretném emlékeztetni magunkat arra a kőszegi magyar templomra, a mai Szent Imre templomra, amely 1618-ban épült. Tele volt a város önképe hallatlan erővel. Úgy gondolta, hogy ezen senki és semmi nem tud változtatni. Csak a 30 éves háború. És akkor, amikor megindul Gazdag György támadása, több levelet is ír a városbíráknak, akkor gyakorlatilag megindul vele a nagy kapcsolattartás az udvarral is. Azzal az udvarral, amely voltaképpen 1630-ban elzavarta a leghíresebb hadvezérét, ennél nagyobb hibát nem is követettek volna el, Albrecht von Wallensteint, akiről Schiller is drámát írt, akiről a mai napig nem tudják eldönteni a német történészek, hogy áruló volt-e, vagy hős, aki 1625 és 30 között, illetve 32 és 34 között Ferdinánd császári csapatainak az élén állt, méghozzá annak a bajor főhercegnek a javaslatára, akik később megölette. 34-ben ugyanis Wallenstein békét próbált kötni a svédekkel, ez volt a vége, mert béketárgyalásokat kezdeményezni csak az uralkodónak szabad. Ez az a Wallenstein, aki megkergette Bethlen Gábort 1626-ban. Mansfeld tábornokkal egyetemben, aki elzárta az utat Bethlen Gábor elől, Bethlen Gábor második támadása elől, második Ferdinánd elől. És ezzel gyakorlatilag bebizonyosodott, hogy Bethlen Gábor, aki mindig a lehető legbölcsebb lépésekre szánta el magát, a alsó-ausztriai, a cseh és a morva rendek, sőt, a szilézia rendek kedvéért indított támadásai rendre kudarcot vallottak. Nem sikerült a magyar rendeket maga elé állítani. Ezért úgy soroltam be a képet, hogy az erősebb figura itt Wallenstein, és nem Bethlen Gábor. Ebben a kétségbe esett helyzetben, amikor 1630-ban leváltották Albrecht Wallensteint, hirtelen észbe kapott Gustav Adolf, a svéd uralkodó, és betört az országba, ekkor kezdődik, hogy úgy mondjam, a cseh szakasz helyett, illetve után a 30 éves háború svéd szakasza, és egészen eljut Bajorországig. A császár döbbenten áll, tényleg azt kell mondani erre, hogy a király meztelen, mert a bajor közben már választó lett, a bajor választó kérésére, a bajor választó féltékenysége miatt leváltották azt a Wallensteint, aki meg tudta volna állítani a svéd támadásokat. Ez volt Kőszeg szerencséje. Itt találtam meg nem csak Gazdag levelével, aki a fölső országokra hivatkozott,
a kapcsolatot a 30 éves háború és Kőszeg között. Hogy tudnék azzal a kockázattal volt kénytelen számolni, második Ferdinánd, hogy nincs fővezére, hiába állította helyére oda a saját fiát, azt a harmadik Ferdinándot, aki egyébként majd Kőszegnek a Szabad Királyi Város címet adományozza, harmadik Ferdinánd nem volt olyan tehetséges, mint Wallenstein volt. Ebben a szituációban váltott az udvar, és minthogy nem akart még egyszer olyasmit lépni, amit Eszterházy olyan nagyot hibázott. Eszterházy Miklós 1625-ben már nádor, 1621-ben szabályosan fölégette Csepreget. Azt a Csepreget, protestáns Csepreget, ahol akkor Nyugat-Dunántúl leghíresebb iskolája, gimnáziumban működött, azért, mert Sopron már, hogy úgy mondjam, osztrák kézen volt, egészen pontosan a győri püspök kezében, ezért embereit nem Sopronban tanítatta a gimnáziumban a protestánsokat, hanem Csepregen. Ott halt meg 1622. januárjában Szonáris Imre, a kitűnő prédikátor. Sokan vesztik ott az életüket. Eszterházy Miklós, tehát 1633-ban és 31-33-ban még egyszer a fegyveres beavatkozást nem vállalja. Nem akar Kőszegen Csepreget. S erre mi történik? Tárgyalásokat javasol. És elérkeztünk az utolsó mondatokhoz, mert az órám is láthatja velem, hogy lejártam nevezetesen az a Senyei István kancellárhoz, akit elárulok, Szombathelyen van eltemetve, a Szent Ferenc templomban, ott van a főtér sarkán, hogy az ember megy Szombathelyen a Domonkos templom felé, Szombathelyen van eltemetve, s hova tovább, ő celebrálta Senyei püspök alapkancellár Betlen Gábor esküvőjét is annak idején. Na most azért mondom, hogy celebrálta, mert Betlen Gábor második felesége katolikus volt. Azt a nagyon rövid, hogy úgyban most már leszálló állban lévő mondatot szeretném elmondani, hogy akinek az képe előtt van, az úgynevezett, az a Juristusi 14-es számú ház, az úgynevezett Ambrózi ház, az tudjon arról, hogy az akkor Kollerház volt, és a tárgyalások ott zajlottak le. Senyei megbízott ember volt, megpróbálta most nem fegyverrel, hanem tárgyalásos módon befejezni azt, amit nem tudtak tulajdonképpen a rendek elérni, a főrendek Kőszeg átpártulásával. Mert azt nem elég hangsúlyozni, hogy Kőszeg akkor omlott össze, lényegében köszönöm, akkor omlott össze, amikor 1634-ben kitört a Pest is, egy éven keresztül tartott, és minek után a Pest is már nem kockáztatott emberéleteket, Senyei visszatért, és olyan ügyetlen taktikát választott a várossal szemben, le akarta először választani a tematikát, mondván, hogy csak a templomot akarja, semmi köze nincs a tanítókhoz és a prédikátorokhoz, és aztán kiderült, hogy Senyei először a szenátust akarta, és a külső tanácsot maga elé engedni, és aztán beleegyezett abba, hogy a választópolgárság is megjelenjen a Kollerház előtt, az Ambrózi ház előtt tárgyaló félként. Kimentette meg a várost a végső önfeladástól, nem név szerint értékelem ezt, hanem a magyar
radikális választópolgárság. Azt szeretném befejezni a szövegemet, illetve az előadást, íme Eszterházy gyönyörű levele, arra kéri ekkor már Kőszeget, hogy próbáljanak a köz érdekében, szó szerint benne is van a szövegben, továbbá a magyar szokásoknak megfelelően, és a magyar érdekeknek megfelelően viselkedni a kancellárral. Akkor még nem tudta Kőszeg, hogy tulajdonképpen 13 év múlva ugyanúgy visszakerül az egész uradalom és a városa a magyar koronához, mint 1626-ban visszakerült már Fraknó maga is. Mint hogy ilyen hideg van, egy gyönyörű képpel fogok elbúcsúzni. 1978-ban készült a kép, mindenki emlékszik, hogy 76-ban gyakorlatilag fölépítették a Mária szobor és a gyönyörű kút, akkor még álló hársvág körül ezt a magaslatot, egy, kettő, három, öt lépcsővel, amit aztán a 10-es évek elején gyakorlatilag újra átépítettek. Ez a kép nem csak esztétikailag szép, hanem az összes minden szimbólumával érzékelteti, hogy egy olyan városról van szó, mert kereskedői és emberei az Adriai-tenger és a Bécsi medence között kereskedtek, továbbá a török itt léte alatt török árukat is hoztak Kőszegre, tilalmas volt, de hozták az ízlést is. Alig van olyan magyar város, ahol Erdély, a Felvidék, a mai Burgenland stílus elemei, a reneszánsz és a gótika rajt lenne. Azért volt fontos, hogy elmondjam mindezt, mert identitásról beszéltem, és én nagyon féltem Európa identitását. Nagyon féltem a mai Európa identitását, mert az ország egyszer már átérte az oszmáni szunita török hódoltságot, nem akar még egyszer olyan identitásválságba kerülni, amiben egy tulajdonképpen megfoghatatlan akarat bele akarja hajszolni. Ezért magam se gondoltam volna, hogy olyannal fogom meglepni az én közönségemet, amellyel igazolni tudom, hogy úgy viselkedett Kőszeg második Ferdinánd féle konfliktusban, hogy identitását végig megőrizte, egyenként is, városként is, és körülvéve azokkal az uradalmakkal, a Szécsi, a Batthyány, és az 1630 után már Nádasdi uradalommal, amely akarta volna, főrendiként egyetlen csapásra elintézhette volna az önállóságát, mint ahogy 1648-ban a Nádasdy család és a Szécsi család be is jelentkezett Kőszeg birtokáért. Én hálás vagyok ennek a kőszegi nemzedéknek, mert identitás őrzésben és abban a biblikus hagyományban, amilyen fölnőtt, úgy tudott visszatérni a koronához, hogy minden ízében európai mintákat hordozott, láttuk a jegyzőkönyveket is, és minden szándékával a magyar korona alatt is az akart lenni, amivé vált, a Peremvidék egyik leghíresebb városával, ahova azért telepítették be 1675-ben a jezsuitákat, mert Sopron és Varas között a legfontosabb városnak tekintette Pázmány Péter. Köszönöm a figyelmüket!